Nagy a forgalom a várállomásnál Egerben, azonban ez még kevésbé számít sűrűnek. Általában reggel 7:30 magasságában és délután 4 óra körül dugul be a Vécsei völgy ezen szakasza. Gyalogátkelő hely sincs ebben a kereszteződésben, de az autósoknak sincs könnyű dolga, ha ki szeretnének kanyarodni a Bástya utcából a Tetenvár irányába. Itt fontos lenne, hogy legyen lámpás kereszteződés, mert konkrétan előttem egy idős úr átment most a piroson. Tehát szerintem ez indokolja. Ez már nem csak egy vágya az arra közlekedő autósoknak, ugyanis néhány hónapon belül elkezdődik a csomópont rekonstrukciója. Nem csak az utak szélesednek ki, hanem a gyalogosok is könnyebben és biztonságosabban kelhetnek majd át az úttesten. Ezzel kapcsolatos döntés szerencsére megszületett. Ilyen módon szeptemberben el tud indulni ennek az új csomópontnak a kiépítése kormányzati támogatással, és terveink és reményeink szerint jövő év első negyedévére ez be is tud majd fejeződni. Itt egy új jelzőlámpás csomópont épül majd, az utak azok ki fognak szélesedni, a járdák pedig megújulnak. Azt várjuk ettől az új csomóponttól itt a várállomásnál, hogy a közlekedés az gyorsabb és biztonságosabb lesz, mert természetesen nem csak az autósokra, hanem a gyalogosokra is gondolunk. Közel 400 millió forint kormányzati támogatásból alakítják át lámpás csomóponttá a forgalmas útkereszteződést, így a tervek szerint az nem csak biztonságosabbá, hanem gyorsabbá is válik majd a jövőben.